Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 11-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel. A mai nap tehát április 11-e szombat. Ez egy Szaturnus nap, tehát Szaturnus bolygó uralkodik a szombati nap felett. Ennek is megvan a hatása, mert Szaturnus bolygó korlátozza a lehetőségeinket. Néha meg is leckésztet bennünket. Viszont az ő hatása alatt valami kialakulhat. Ez nem könnyű, de lehetséges. A mai nap a harmadik tithi napja, tehát a harmadik nap a teli hold után. Ennek is megvan a jelentősége, mert az összeköttetésekből kialakul valami új. A férfias erő és a nőiesség összekötődik, és ezáltal kialakul valami új. Ez lehet egy gyermek születése is, viszont azt is jelenti, hogy a mi tudatunk és öntudatunk kapcsolatban áll, és ezáltal kialakul valami új. Új ötletek, tervek, vagy egy új irány. Ez a harmadik tithi napja azt is jelenti, hogy kell a belső egyensúly, és ezzel a belső erővel indítunk valami újat. Az elemek. Tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. A bolygókat beosztom ezekbe az elemekbe, Szaturnus bolygóig, a külső bolygókat, Uránuszt, Neptunt és Plútót nem számítom bele. Nekik más hatásuk van az életünkre. Tehát Szaturnus bolygóig, ez azt jelenti, hogy a tűz elemében és a levegő elemében nincs semmi. És ez hiányzik. Hiányzik a mozgás, hiányzik az erő, a lelkesedés, és hiányzik a könnyűség. Ahol a bolygók találhatók, az a föld eleme, abban van Vénusz bolygó, Mars bolygó, Jupiter bolygó és Szaturnusz. Tehát kell a biztonság érzete, és kell, hogy az anyagiakat rendezzük. A víz elemében van a nap, a hold, Merkur bolygó. És a víz eleme kihat az érzéseinkre. A nap jelenti a tudatosságot, a hold pedig az öntudatot. És itt kell, hogy tanuljunk valamit. Ezt mutatja nekünk Merkur bolygó. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A hold ma a Szkorpión jegyében az Anuradha holdházban található. Ez a holdház összeáll Akrab csillaggal. Ez a csillag egy olyan királyi csillag, hasonlóan hat, mint Mars bolygó. Megadja nekünk a belső erőt, és ezzel szerencsénk van, mert ez a holdház, ez az Anuradha holdház, az indiai asztrológia szerint nekünk szerencsét hoz. És most a kapcsolatok. Hold kapcsolatban áll Uránusz bolygóval. Ez egy úgynevezett quincunx aspekt. Megint mondanám a példát. Egy inga, figyeljétek meg. És ha valaki kérdezné tőletek, mondjátok meg, melyik irányba fog kimozdulni ez az inga,
akkor azt válaszolnátok, nem tudom. Fogalmam sincs. És pontosan így hat ez a kapcsolat a Hold és Uránusz között. Uránusz jelenti a változásokat, és a Hold kihat az érzelmeinkre. Mi nem tudjuk, milyen változások következnek. Én így is fogalmazhatnám, fogalmunk sincs, mi következik. Egy nagyon érdekes és jó kapcsolat fog történni a Mars és Vénusz között. Ők közelednek egymáshoz, és kihat a szerelmi életre. Mert Mars és Vénusz a szerelmi kapcsolatokat tükrözi. Ez közeledik. Ami még a mai napon érezhető lesz, az egy Vénusz és Uránusz kapcsolat a közelből. Tehát valaki a közeletekben kihat az érzelmi életetekre, vagy a párkapcsolatra. Ez egy nagyon megnyugtató hatás. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, Tendera!